Sziasztok! A mai alkalommal röviden bemutatom nektek, hogy hogyan kell rajzelemeket létrehozni, módosítani és törölni a nanoCAD szoftverben. Először is zárjuk be a nyitóképernyőt, majd hozzunk létre egy új dokumentumot. A megjelenő modelltérben fogjuk a rajzelemeket elhelyezni. A grafikus mutatót az egérrel irányítjuk alapvetően. A grafikus mutató két egymással merőleges szálból áll, ezzel tudjuk megmutatni a szoftvernek, hogy milyen pozícióban szeretnénk majd a rajzelemeknek a kezdő vagy végpontját elhelyezni, és a szálkeresztek közepén pedig az úgynevezett céldobozt látjuk. Hogyha egyetlen egy parancs sem fut a nanoCAD-ben, akkor mind a szálkereszt, mind a céldoboz látszik. Abban az esetben, ha valamilyen grafikus elemet éppen létrehozunk, akkor a céldoboz eltűnik, hiszen kijelölni nem tudunk, csak adatot tudunk bevinni. Ekkor jelzi számunkra a szoftver azt, hogy adatbevitelnél vagyunk. Erre csak azért hívom fel külön a figyelmet, mert így mindig tudjuk, hogy a utasításon belül éppen milyen feladatot vár el tőlünk a program. Tehát adatot kér be tőlünk, vagy rajzelemet kell kijelölnünk. Első feladatunk az, hogy létrehozunk egy vonal rajzelemet. A vonal rajzelemet egyrészt kiadhatjuk grafikusan, a bal oldalon látható eszközpalettán, ha ráklikkelünk a vonal ikonra. Látszik, hogy van egy billentyű kombináció is, a Ctrl-Alt-L, amivel bármikor létre tudunk hozni egy rajzelemet. Klikkeljünk az ikonra, és már is látszik, hogy a céldoboz eltűnt a grafikus mutatónál, ezért adatbevitelen vagyunk. Viszont nagyon fontos, hogy az AutoCAD-hez hasonlóan a nanoCAD-nek is a lelke a parancsol, és a bal alsó sarokban láthatjuk, hogy ki lett adva a line, azaz a vonal parancs. Az első megadandó pont a vonalon kezdőpontja. Klikkeljünk bárhova a modelltéren belül. Ezután mozgassuk el a grafikus mutatót, és láthatjuk, hogy gumivonalhoz hasonlóan jelzi nekünk az AutoCAD, hogyha most egy adott pozíciónál megállítjuk az egeret, akkor hogy fog kinézni a vonal rajzelemünk. Klikkeljünk még egyet, és már is létrejött egy vonal rajzelem. Ezután egymás után további vonalakat tudunk lerakni a modelltérben. Egy parancs futását az ESC vagy a Space billentyű megnyomásával tudjuk megszakítani. Tegyük ezt most meg. Hogyan tudunk kijelölni a létrehozott rajzelemek közül egyet? Erre a feladatra a céldobozt használjuk. Ahol a céldoboz sarka oldalai elmetszik a rajzelemet, és a bal egér gombbal az adott pozíción klikkelünk, a céldoboz által elmetszett rajzelem ki fog jelölődni. Látszik, hogy ebben az esetben megjelennek rajta az úgynevezett fogók, a grippek, amik segítségével egyrészt a szárkeresztet, a grafikus mutatót pontosan egy adott pontra tudjuk mozgatni, mint pici mágnesek ráhúzzák az adott fogópontra a mutatónkat. Másrészt, ha egy ilyen fogóba klikkelünk, akkor tudjuk módosítani a rajzelemünknek az elhelyezkedését, a alakját, formáját. Attól függően, hogy a fogók hol helyezkednek el, más-más funkciót töltenek be. Ha a felezőponton lévő fogóra klikkelünk, akkor ugye nem módosítjuk az egyenesünknek az alakját, meredekségét, hanem el tudjuk tolni. Ha a kijelölt rajzelemet végül a del billentyűvel tudjuk letörölni. Természetesen nem csak egyesével, a céldobozzal tudunk kijelölni, hanem úgynevezett kijelölő dobozt is létre tudunk hozni. A kijelölést megszüntetni az ESC billentyűvel lehetséges. Kijelölő dobozt úgy tudunk létrehozni, hogy olyan helyre mozgatjuk a grafikus mutatót, ahol nincsen rajzelem a céldoboz alatt. Ekkor lenyomjuk a bal egérgombot, és elkezdjük elmozgatni az egeret. Nem kell nyomva tartani a bal egérgombot. Nem kell vonszolni a mutatót, Elég csak klikkelnünk és elmozgatnunk az egeret. Ekkor egy kék színű kijelölő doboz jön létre. Látható, hogy csak azok a rajzelemek kerülnek a kijelölő dobozba, amelyek teljes terjedelmükkel a kijelölő dobozban vannak. Ha még egyszer klikkelünk, ezeket a rajzelemeket a nanoCAD automatikusan kijelöli. Vegyük le újra a kijelölést. Most ne balról mozgassuk el a bal felső sarokból a jobb felső sarok felé a kijelölő dobozt, amikor létrehozzuk, hanem a jobb alsó sarokból induljunk el fölfele a bal felső sarok felé. Látható, hogy máshogy néz ki a kijelölő doboz, ez azért van, mert ilyenkor más a kijelölésnek a funkciója, ugyanis nem csak azok kerülnek a kijelölt elemek listájába, amelyek teljes terjedelmükkel a kijelölő dobozon belül vannak, hanem azok is, amelyeket elmetsz a kijelölő doboz. Talán a videón ez jól látható, és eléggé szemléletes is. Fontos ezeket a különbségeket, ezeket az apró különbségeket megfigyelnünk és megtanulnunk, mert később nagyon hasznosak lesznek, amikor nagyon összetett rajzokon belül kell kijelölnünk rajzelemeket. Miután ugye a kijelölést véglegesítettük, a DEL billentyűvel le tudjuk törölni a rajzelemeket. Nézzük meg, hogy hogyan lehet vonal rajzelemet csak a parancsol segítségével kiadni. Ugye a command után begépeljük a line utasítást, vagy ennek a rövidítését, az L karaktert. Simán csak az L karaktert. Ütünk egy entert. Ugyanúgy elindul a vonalparancs, azt kéri, hogy adjuk meg az első pontot. Beírom azt, hogy 100 - 100, az első koordináta az X, a második az Y, a Z koordinátát, ha nem adjuk meg, akkor automatikusan nullának veszi az AutoCAD. Ütünk egy entert. Most visszajövök ide a modelltérbe, és már is látható, hogy letettük a 100 - 100 pontba az egyenesnek az első pontját. Jöjjön a következő pont, ugye az legyen, azt mondja, hogy 200 - 200. És létre is jött az egyenesünk a megadott koordinátákban, tehát a koordináták megadták az egyenesünk kezdőpontját és végpontját. Arra is van mód, hogy a relatív koordinátát adjunk meg, tehát az utolsó ponthoz képest adjuk meg a delta x-et és a delta y-t, tehát csak a változást. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy beírjuk a kukac karaktert, és ugye ha lefele szeretnék mozdulni, akkor, és x irányba pedig nem, akkor azt mondom, hogy kukac, az x irányú növekmény 0, vesző, jön az y, lefele szeretnék menni 100 egységet, és beírom azt, hogy 100. És szépen le is tette ide az egyenesen végpontját az AutoCAD. Jön a következő, bezárom a rajzot, ezért azt szeretném ugye megcsinálni, most koordinátákkal, hogy kukac, x irányban megyek -100-at, mert bal irányba szeretném elmozdítani az egyenest, viszont y irányban nem akarok elmozdulni, tehát 0, enter. És a parancsot végül a space-szel, enterrel be is zárom. Láthatjuk, hogy szépen 3 egyenest létre tudtam úgy hozni, hogy teljesen kontrolláltam a koordinátáit az egyeneseknek a végpontjainak. Rendben van. Töröljük ki, fussunk neki még egyszer. Írjuk be tehát, hogy L, akkor a parancsolba üssünk egy entert, vagy egy space-t, ekkor elindul maga az utasítás. Most arra koncentrálunk, ugye leteszünk gyorsan pár rajzelemet, hogy milyen belső funkciók érhetők el. Ugyanis nem mindent tudunk grafikusan elérni egy adott rajzelemnél. Láthatjuk, hogy megjelenik az zárójelek között két szó, az undo és a close. Az undóval vissza tudunk venni egy egyenes szegmest. Ehhez csak azt kell tennünk, hogy azt a karaktert vagy karaktereket, amelyek nagybetűvel vannak írva, begépeljük a parancsolba. Tehát most az U betűt. Nem kell nagy U betűt írnunk, csak az U betűt, az U karaktert kell beírnunk, ütünk egy entert, és gyönyörű szépen vissza is szed egy-egy vonalszegmest a nanoCAD. Ha beszeretnénk zárni, tehát az utolsó egyenesünk végpontját az első egyenesünk kezdőpontjával szeretnénk összekötni, akkor a Close opciót kell választanunk. Azt is megtehetjük, hogy az egérrel ráklikkelünk a Close feliratra. Klik, és már is bezárult a rajzunk, és a vonalparancs befejeződött. Tulajdonképpen a legfontosabb műveleteket, logikát, amivel ugye ugyancsak az AutoCAD-ben már megismerkedtünk, ezeket teljesen átvette a nanoCAD, hiszen ennek a szoftvernek az alapkoncepciója, hogy az AutoCAD filozófiáját a lehető legjobban lemásolva adja át a számunkra árbarát módon. Ugye a CAD szoftverek piacán itt alapvetően az árral versenyeznek az alternatív gyártók. Ebben az esetben pedig ugye egy ingyenes megoldásról beszélünk. A vonal után nézzük meg még a kör rajzelemet, meg egyáltalán milyen további rajzelemeket lehet létrehozni. Itt fölül a menübe, a Draw menüponton keresztül ki tudjuk listázni azokat a rajzelem típusokat, amelyeket a nanoCAD támogat. Bal oldalt pedig az eszközpalettán tudjuk kiválasztani az adott rajzelemeket. Természetesen van vonal, szerkesztővonal, vonallánc, nagyon fontos, majd erről egy kicsit később, ív, és itt fölhívom a figyelmet arra, hogyha a jobb alsó sarokban van egy pici festett háromszög, akkor érdemes nyomva tartani az egérnek a bal gombját, hogy megjelenjenek az almenüpontok, és akkor különféle módjait tudjuk elérni a főparancsnak. Itt most nézzük meg a körparancsot, jó? Zárásként. Ennek a legegyszerűbb módja az, hogy ugye meg kell adnunk a körnek a közepét, majd utána a sugarát. Klikkelünk. Milyen más módon lehet még kört létrehozni? Kiválasszuk, meg lehet adni kört két ponttal, ekkor ugye a modelltérbe kiválasztunk két tetszőleges pontot, ezek fogják megadni a körünknek az átmérőjét, és szépen ennek a segítségével létre tudjuk hozni a köröket. Nézzünk meg még egy kör opciót, kör 3 ponttal, 1 pont, 2 pont, 3 pont, létrejött maga a kör, nem kellett semmit se számolnunk, szerkesztenünk úgymond ehhez a feladathoz, szépen az AutoCAD segítségével nagyon gyorsan tudtuk a háromszög köré írható kört megszerkeszteni. És akkor megint van egy érdekesség, egy nagyon fontos funkciója a körrajzelemnek, amit nem lehet grafikusan elérni, nincsen kilistázva. Ezért most írjuk be a C karaktert a parancsolba, ezzel tudjuk a kör parancsot elindítani, és látható, hogy az zárójelek között ott van a 3P, tehát hogy 3 ponttal hozunk létre kört, a 2P, hogy 2 ponttal hozunk létre kört, és egy újabb, ami eddig nem volt, ez a TTR, tehát tangens-tangens rádiusz, ami azt jelenti, hogy adott sugárral két egyenest fogunk érinteni a körrel, klikkeljünk rá erre az üzemmódra, vagy írjuk be azt, hogy TTR, ugye a 3 karakter nagybetűvel van szedve, Enter. Látszik most, hogy csak a kijelölő doboz jelenik meg a grafikus kurzorból, a szárkereszt nem, tehát ilyenkor csak kijelölés üzemmódban vagyunk, megadjuk az első érintő egyenest, majd a másodikat. Nézzünk vissza a parancsorba, kéri, hogy adjunk meg egy rádiuszt, legyen ez most 20, és üssünk egy Entert. Szépen egy kört szerkesztett, egy 20 egység sugarú kört szerkesztett az AutoCAD úgy, hogy egy-egy pontban érinti ezeket az egyeneseket. Jó? Ez egy elég gyakori szerkesztési feladat, ezért szerettem volna ebbe a rövid videóba is ezt bemutatni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Látható ebben a demonstrációs videóban, hogy a nanoCAD nagyon hasonló az AutoCAD-hez. Aki az AutoCAD oktató videókat megnézi, az tulajdonképpen tudja majd kezelni a nanoCAD-et is. A következő videóban megnézzük, hogy milyen rajzolás segítő funkciókat találunk a nanoCAD-be. Itt sem fogok nagy újdonságokat mutatni, ami az AutoCAD-ben fontos és nagyon gyakran használt, az itt is megtalálható. Legyetek velem legközelebb is, sziasztok!